Na szavaztok srácok, azt hallottam, hogy most így csütörtökön egy nap csúszással szerda helyett, ugye első engedt volna kijönni, de kijött az új swap. Tehát kijött a májusi swap adag, az sbc és mindjárt megnézzük, hogy milyen játékosokat lehet ugye összeszedni, és melyikért hány swap játékos kérnek. Na itt is van, azt mondja, egy Rodriguez, egy Walker és egy Suarez 93-as suarez is lehet szerezni. Az elég melegnek hangzik így elsőre. Az a Walker az nagyon jó lehet, de a Suarez talán még jobb. Ugye 30, május 31-én lett, hogy 31, lehet, 31 lehet majd ugye beváltani őket, és ugye sem megint 14 játékost lehet összeszedni SBC-ből, heti feladatból. És ugye együtt kapunk az elején, illetve hogy SQUADBAT lesz, Rewardból is lesz, ahogy látom megint Swap játékos. Ezt az első Swap játékost át is vesszük. Ez egy Al Makati 60-as a Szaudarábiai Ligából. Azonban mielőtt megnézzük a swapokat, gyorsan beregisztrálunk a VL-be. Ezer éve nem regisztráltunk a VL-be. De most egy csoporttársunk Dobsa Gergő, azt mondta, hogy lejátsza a csapatunkkal a VL-t, és megpróbál valami jó kis helyezést elérni. Tehát a Gold 1 azt mondta garantált, de lehet, hogy az elit is összejön. Hogyha megtalálom a Weekend Ligát, hogy hol kell belegisztrálni Na, akkor a 2000 pontunknak annyi, és akkor elvileg be vagyunk regisztrálva a VL-be. Nagyon kíváncsi vagyok az SBC-kre, srácok. Meg is kaptuk az első futswap és SBC-t, ugye egy Stokes. Talán a upgrade már volt, hol kaptunk egy 80 plusz player picket, Jött az új Márki Matchups. Más most nagyon nem jött, a nézzük a swapokat, srácok. Egyért Jumbo Gold Pack nem kellene senkinek, szerintem Premium Gold Players Pack, ugye kettő ér egy ilyen bomba. biztos, hogy nem kell háromért, ér meg a Pack a négyes. Ú, uh, egy Cancelo, 88-as Cancelo 5 ér, az egész jó, hát a Rodriguez szerintem nem érhetett. 100 k pak ugye 8, Ultimate pak 10, és akkor szerintem itt jönnek a jók is. És megint Basicon pak van, hmm, azt hittem legalább egy midikon bedobnak. Azonban van 93-as Suarez, és ugye Kai Walker, és megnézzük, hogy ezek mennyibe mennek. Reméletőleg nem a... Aha. Oh, hát 400 coin körül megy egy Suarez. És egy Walker. Hát 250.000, ezer. Uh -huh. Meg ugye van egy Midicon pak, hát most eldöntjük majd, hogy melyiket akarjuk kivenni. Na, hogy azt mondja Alex, meg én a Midicon pakot, mert a hülyét kapok. Minden esetre, srácok, kövessétek a csatornát, májusba is, hiszen az összes játékosról lesz majd videó, az összes megszerezhető swap játékosról. Ugye most itt van egy SBC, de szerintem pénteken heti feladatban jönni fog 3, akkor az együtt már öt, tehát komolyan ö, megint el fogunk állni erre a swap gyűjtegetésre, komolyabban, és összeszedjük megint mind a 14-et. Úgyhogy ha nem akartuk egyről se lemaradni, akkor kövessétek a csatornát. Úgyhogy egész jó lapokat lehet, tényleg mondom, egész jó lapokat lehet szerezni ott a vége felé már. Az eleje ez hulladék, ez a Cancelo, ez már jónak számít, Rodriguez az annyira szerintem nem számít jónak, de egy basic kompakt meg ugye Suarez Walker az ez már teljesen jónak számít, szerintem. De egy midi kompakkot bedobhattak volna igazán. Na, tetszett a videó, dobd rá egy lájkot, csipi voltam, szevasztok!